van ez a Tuck Pendleton nevű karakter, aki pilóta önként jelentkezik, hogy részt vegyen egy kicsinyítési kísérletben, melynek az a célja, hogy apró tengeraltjáró szerkezetével belülről térképezze fel egy nyúlnak a testét. Vagy ez a két figura, a aki aki benne ragadta be a miniatűr tengeralattjáróba, illetve Jack kényszerű szimbiózisban fognak tovább menekülni a film során. Nyilván úgy, hogy a miniatűr járó benne kering a, a vérrendszerben, a, az eladó vérrendszerében. A lényegesebb a talán az, hogy, hogy bekerül a véráramba, és ott ebben a kicsi járműben kering. A szimbiózis egyébként egy kölcsönösen hasznos együttélést jelent. De a lényeg az, hogy a kísérletnek az volt a célja, hogy létrehozzák ezt a miniatűrt tenger alatt járót, ami aztán kering. A nyúl testében, és gyógyítja azt belülről, illetve feltérképezi a testét belülről. Azzal Na, most azért kérdezzük az, hogy... szembe magunkat, hogy ez megvalósulni látszik, ha hihetünk a tudománynak, hogy a, a, a terápia maga az ugyan elpusztítja a rákos sejtek egy részét, vagy nagy részét, de minden mást is. Szóval a káoszt okoz a szervezetben, erről beszélnek, hogy katasztrofális következményekkel jár a kemoterápia de az összes verziójának. De ez a lényege az orvostudománynak. Hogy ügyfeleges. Most elkészült egy koncepció, miszerint képesek lesznek erre, azáltal, hogy ilyen kis hal alakú szerkezetet hozzak létre, ami úszik az ember vérhálózatába, érhálózatába, és a száján keresztül ezt a gyógyszert eljutatja, a, hát a kórokozásnak egyébként HVG írt is erről, hogy elkészült az apró robot, ami testünkben haladva gyógyítana. Most ha valaki azon töpreng, hogy hogy lehetséges az, hogy 31 néhány évvel ezelőtt film készül erről, és ma meg erről van szó, az csak megint egy újabb demonstrációja annak, hogy ez úgy van, ahogy mondtam, és elmondják az igazságot nekünk évtizedekkel hamarabb. A 16-os versben a Korintusiakhoz írt első levél a 3 fejezetben így szól, hogy nem tudjátok el, hogy ti Elohim háza vagytok, vagy temploma? És Elohimnek a lelke lakozik bennetek? Vagy a ruachja? Ez templom persze, ugye a tiszteletnek a háza, gyakorlatilag, de az ember mára, ugye hát mindig is az volt, de ezt fontosnak tartott, hogy elmondja. Szóval úgy tekintsen magára mindenki, hogy ő lehetne a teremtőnek mi vagyunk a a ház, és már az a harmadik ház, mi vagyunk azok. Szóval ide igyekszik bejutni. Oda akkor, hogy, hogy ezek a mindenféle nanorobotok, meg game védőoltások, meg úgy, unblock a védőoltások, meg az a rengeteg gémmanipulált élelmiszer, meg szemét, amit az ember megiszik, meg belélegzik, azon, azon van, meg arra törekszik, hogy bejusson a szervezetbe. Ez a, a ház, ez a templom, ez az, ahova be akar. Mikroszkopikus jutni. méretű így eszközök a... kifejlesztésén dolgoznak, amelyek emberbe fecskendezve beteg területre viszik a gyógyszer hatóanyagát. Meg fogják fertőzni az emberiséget. És Hogyha valaki veszi a fáradtságot, és meghallgatja, amit mondok, és átgondolja, akkor könnyen lehet, hogy fel fogja fogni azt, hogy ha az ember élete a vérében van, ahogyan az a írás azt tólog. mondja. Szóval erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy, hogy, hogy vérfertőzés. Mert az ember élete, ami az ember maga, az benne van a vérben. Hogy hogy ki tudja. De ez van odaírva. És az ember a templom. Szóval be akar jutni a templomba, és be is fog. Mint ahogy azt látja mindenki most már, amit esetleg nem látott a világ, vagy nem tudott a világ, eddig nem tudta elképzelni, hogy hogy, hogy lesz ez, vagy hogy fogja ezt majd, hogy lesz képes majd ezt végrehajtani a, a, az ellenség, de most már azt hiszem, hogy, hogy talán egyszerűbb dolgunk van, és, és ez az egyik módja, hogy Elohim háza, az az ember, és a szív az, ahol az ő instrukcióinak kellene lennie. Szóval, amikor oda bejut, akkor kezdődik a vég valójában. Azért, mert az embernek élete az a vérében van. Úgyhogy ne hagyja magát senki megfertőztetni. Az idő rövid, és ki kell tartanunk a végsőkig. De az hozzá tartozik, hogy a nehez az még csak most következik. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki megosztotta és lájkolta ezt a videót, és remélem, hogy hasznos volt. Hamarosan találkozunk. Vigyázzon magára mindenki. Köszönet, hála és dicsőség Abayahuának és. halleluja! Valakinek kérdése van, javaslata, vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat.